Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban Uwe Rosenbergtől a Glass Road című játéknak az egyszemélyes előkészületeit, majd pedig egy végigjátszást fogok bemutatni. Lássunk is hozzá! Na, hát Uwe Rosenbergnek erről a játékáról azt érdemes tudni, hogy mielőtt kijött volna a Nussfjord, azelőtt ez volt a szóló játékosoknak az egyik kedvenc Uwe Rosenberg játéka, köszönhetően a gyors setupnak és a gyors játéknak. De a setupot most meg tudom mutatni, a játék, hogy gyors lesz, azt nem ígérem. Ugye tudtok az API problémámról, de azért majd igyekszem. Na, amint láthatjátok a elnézést, a doboz tisztességesen tele van, de hát ezt általában Uwe Rosenberg játékairól ugye el lehet mondani, ezt szerintem már többször is mondtam. Nekünk igazából ezekre lesz csak szükség, ami itt van. Na nézzük. Kell nekünk egy kis tárcsa. Ez adja majd a játéknak a ízét. Úgyhogy ezeket a kis karokat tegyük így ebbe az állásba. Akkor van nekünk egy ilyen kétoldalú lapunk. Ez az épületkínálat. Nézem, ezt tegyük ide, középre, azzal az oldalával, ahol ugye az 1-3-as van, tehát azt, hogy 1-től 3-ig játszható, tehát a játékos szám szerint. Van nekünk egy játékos táblánk, vagy a vidék, ahova majd építkezünk. A szabályt azt ide teszem azért közel, ha szükség lenne rá. Egyébként azért is érdemes ezt mindig közel tartani, mert ha megnézzitek, és ez szintén jellemző Uwe Rosenberg játékaira, amikor valamilyen kártya, vagy most például épületlapkák lesznek, egy nagyon jó kis index van a szabály hátoldalán, ami azért ugye elmondja, ha esetleg valami kétség merülne fel, hogy hogyan működik az adott épület. Úgyhogy ezt ide rakjuk közel. Na, mi kell ezen kívül? Vannak nekünk épületlapkáink, három típus, ezeket meg kell keverni, és az adott sorba ki kell rakni. Azt mondja, hogy ezt ide teszem, és akkor négyet. Egy, kettő, három és négy. Aztán van nekünk az utolsó fajta, ezt tudjuk a másodikat. Egy másik fajta épületlapkánk. Ezeket is megkeverjük. Ezt ide rakjuk, ebből is választunk négyet. Nem is tudom, mit érdemes most hirtelen közben a játékról elmondani. Nem munkás lehelyezős lesz, hanem kártyákkal fogjuk majd az akciókat végrehajtani, és a erőforrásokat pedig ezen a kis termelési tárcsán fogjuk majd. Nagyon, nagyon ügyes mechanika. Majd meg fogjátok látni, azért igencsak meggondolkodtatja az embert. Hoppá. Ezek már épületlapkákat se tudok keverni. Ezeket megkeverjük. Jó. És akkor ebből is négyet. Egy, három és négy. Jó. Na, ennyit arról. Most már tényleg csak azok a dolgok vannak, amiket ténylegesen fogunk használni. A jelölők, egy kaklyú tártya, erdőlapka, akkor van nekünk itt különböző ilyen tájlapka, mint például liget, lesz itt majd tó, meg lesz itt majd ilyen gödör. Na, hát azt mondja, hogy ugye ezeket ide kell majd felhelyeznünk. Kicsit összekeveredtek, még szétszortírozgatom őket, ebben nincsen semmi, csak liget. Akkor a ligetek ide jönnek, ugye mindegyik a saját helyére. Így. Hát ugye ide került valamelyik tó, de nem. A tó ugye a saját helyére szintén. Azt nézem, hogy a
ne fejjel lefele rakjam, és akkor a maradékot ide, és akkor a gödörből pedig egyet ide, egyet ide, maradékot kitesszük ide, és akkor az összes többi pedig ilyen dupla erdő, ezeket csak erre a dupla részekre rakjuk le, és ezzel a játékos táblánk már el is készült. Jó, már csak egy dolog van hátra. Ugye a termelési tárcsán az erőforrásokat, vagy hát nyersanyagokat, szén, víz, agyag, oda is teszünk egy szenet, ide rakunk egy fát, egy ételt, egy kvarchomokot, ide is kell egy étel, és akkor, ahogy láthatjátok, alul téglát fogunk termelni, felül pedig üveget. Na, ezen kívül van nekünk egy ilyen kis segédlapkánk, ami egy személyes játékhoz van, ez csak ilyen kis emlékeztető, valamint egy pakli kártyánk, ezt nem kell megkeverni, ez nagyon fontos, ezt szépen tegyük csak ide. És ezzel el is készültünk a setup-pal. Úgyhogy én szerintem az időt azt meg is állíthatom. Hát, 6 perc, de szerintem, ha az ember nem beszél annyit, mint én, akkor 5 perc alatt is ki tudja rakni a játékot. Tehát láthatjátok, hogy egy nagyon gyors setupról van szó, viszont ennek ellenére azért a játék hozza a megszokott Uwe Rosenberg-féle gondolkodtatós játékokat. Mondjuk ez nem egy ilyen túl nehéz játék, elég könnyed. De azért van benne mind gondolkodni. Szerintem sokat is beszéltem, lássuk a játékot.